milyen probléma van a vagyfontúnak? A nyugati kiskörút harmadik szakaszát mikor kezdik el? Az egy 2019-re sorolt fejlesztésünk. Ugye az új Phoenix tervnek a topból megvalósuló fejezetei ütemezve vannak. Ugye ott kisajátítási feladataink vannak, tehát ott ingatlanokat kell felvásárolni. A város az ehhez szükséges forrásokat már ebben a költségvetésében is szerepelteti, és akivel nem tudunk megegyezni esetleg ingatlan vásárlás tekintetében, ott a kisajátítási eljárásokat el tudjuk indítani. Tehát az mindenképpen az új Phoenix terv megvalósításának a végső fázisában történik majd meg, éppen azért, mert a nyugodalat tulajdonjogi szempontból biztosítani kell. A másik nagyon gyorsan és nagyon ütemesen haladnak a kiskörút második szakaszával, úgyhogy nem sokára következünk mi is. Következik a harmadik befejező szakasz. Én úgy tudom, hogy elindultak az egyeztetések a lakosokkal, a kisajátítások, illetve felajánlották az árakat. Ez a Cserepes utcát érinti. Mint a két oldalon. Csak az egyik oldalon. Csak az egyik oldalon. Így van. Még semmi? Hát pedig többet kell. Akkor tessenek menni. Én voltam bent az osztályon, és azt mondták, hogy aki abba gondolkodik, hogy ingatlan cserét szeretne, az nyugodtan forduljon és kezdeményezze, csak addig hogy jó cseréjük legyen, hogyha el betetszene gondolkozni, tehát hogyha ingatlan cserébe tetszene gondolkozni, hogyha meg nem, akkor meg nyilván a... Tessék? A lány még a térint Cserepet 25 szám alatt laknak, és ők beadták, hogy igen, ők elfogadják az ingatlan cserét, nekik az is jó, nem válaszoltak nekik harmadjára sem.